A kánikula beköszöntével elsőfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a múlt hét végére. Idén ez volt az első riasztás, de az előrejelzések szerint lehet még hőségre számítani a nyáron. Ilyenkor fokozottan kell figyelni a nap és hővédelemre, és különleges szabályok vonatkoznak a szabadtéren való munkavégzésre is. Az egyik legfontosabb tanács a kánikula idején, hogy az erős UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között senki se tartózkodjon a tűző napon. A városközpontokban ilyenkor párakapukat állítanak fel, ami alatt a biciklisek és a gyalogosok is felfrissülhetnek. A 30 fok fölötti melegben akár 15 perc alatt is le lehet égni, ezért fontos, hogy munka és kikapcsolódás közben is óvjuk bőrünket a káros UV-sugárzástól. Ha napozunk, akkor használjuk a magas fényvédőfaktorú krémeket, mindenképpen védjük a testünket, vegyünk fel olyan kalapot, nagyobb karimájú kalapot, ami viszonylag jobban árnyékolja a testünket, nagyon sok folyadékot fogyasszunk, ásványvizeket. Nagyon fontosak a ásványi sóknak a pótlása, és egyébként nem csak a folyadéknak a bevitele, hiszen sókat is vesztünk a verejtékezés kapcsán. Könnyű ételeket, gyümölcsöket, leveseket fogyasszunk, tehát jelentős inkább a folyadék tartalma a fontos, azt gondolom, hogy ezeket bevigyük. Kerüljük a kávékat, ha lehet, alkoholtartalmú italokat, azok ilyenkor egy picit megbojdítják a egészséges embert is. Hőség idején a munkavégzés különösen megterhelő lehet a szervezet számára. A zárt téri és szabadtéri munkahelyeken is vannak kötelezettségek, amelyeket a munkaadónak biztosítania kell hőség esetén. Ilyen többek között a védőital és az árnyékos pihenőhely megfelelő időközönkénti pihenőidővel. Köszöntöm a stúdióban Mandrik Istvánt, az Országos Munkavédelmi Bizottság ügyvivőjét, méghozzá a munkáltatói oldal ügyvivőjét. Kezdjük csak a... Fontos volt ezt kihangsúlyozni, hiszen több oldala van ennek a munkavédelmi bizottság. Igen, természetesen, hiszen a Munkaadók és Gyáriparasok Országos Szövetsége nevében ülök én az Országos Munkavédelmi Bizottságban, és nyilvánvalóan akkor, amikor egy tripartit szervezetről beszélünk, már pedig az Országos Munkavédelmi Bizottság az, akkor minden oldalnak megvannak a saját érvei, érdekei, és ezeket képviselni kell. A munkavállalók érdeke az, hogy lehetőség szerint minél nagyobb védelmet kapjanak, és természetesen minél drágább egyéni védőeszközökkel, amelyeket nagyobb biztonságot adnak. A munkáltatóknak az az érdekük, hogy lehetőség szerint munkavállalóik egészségesen menjenek haza, megőrizzék munkavégzőképességüket, de ne kerüljön túlságosan sokba. A magyar államnak pedig szintén ugyanez az érdeke, tekintettel arra, hogy az egyik legnagyobb munkaadó a magyar állam. Gondoljunk csak a közszolgálatokra, gondoljunk az autóbuszsofőrökre, a vasúton dolgozókra, ahol mindegyiknél nagyon fontos az, hogy valóban takarékosan, de a munkavégzőképességet megőrizve tudjanak dolgozni a munkavállalók. A nyári munkavédelem pedig egy elég speciális terület, de azt gondolom, hogy van már benne tapasztalat, ha legutóbbi nyár az nem nagyon kímélt bennünket, volt hőség bőven. Igen, de én azt hiszem, hogy ez, hogy a nyári munkavégzés ez nem csak a tavaly nyára vezethető vissza, mert az Országos Munkavédelmi Bizottság már jó 10 évvel ezelőtt foglalkozott, talán legutoljára akkor, és azóta minden évben foglalkozik azzal, hogy a nyári hőségben milyen károsodást szenvedhetnek el a munkavállalók, és természetesen ezeket a károsodásokat meg kell, hogy előzzük. És mivel ezeknek a károsodásoknak a megelőzésére és az, hogy felmerülésére, eddig volt egy nagyon fontos mérce az, hogy valamiféle hőmérővel, amit ki kellett volna menni a vágányok mellé, ahol dolgoznak a munkások nyári időszakban, és jól mérjünk meg légmozgás, meg mindent, ehelyett most van egy nagyon egyszerű módszer, hogy az országos tisztifőorvosnak megvárjuk a jelzését, ez a jelzés szokott jönni, és akkor hőségriadót rendelnek el. Ennek nyomán korábban az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, ma pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium munkafelügyeleti főosztálya felhívás bocsájt ki a nyári nagy hőségben végzendő munkák okozta a károsodások elkerülésére. Melyek a legveszélyeztetettebb munkaterületek? Természetesen a szabadban végzett munkaterületeket szoktuk ilyenkor felsorolni, hiszen azok, akik mezőgazdasági munkát végeznek, ott igazán fedél mögé igazán nem nagyon tudnak kerülni, aszfaltozás, és természetesen a feldolgozóiparban is nagyon sokan, de az építkezések azok viszont tipikusan ilyenek, amely szabad ég alatt végzendő tevékenységek. Rendkívüli módon nagy veszélyeket hordoznak magukba ezek. A zárt térben dolgozók közül pedig azok, akik kifejezetten hőfejlesztő gépekkel, vagy pedig
hőt termelő rendszerekkel dolgoznak. Tehát erőművekben is dolgozókkal kapcsolatban van ez, de vannak olyan eszközök, amelyek önmagukban hőt fejlesztenek. Leginkább most legszívesebben így szárítóberendezést említenék, ami zárt térben elhelyezve komoly problémákat tud okozni az ott dolgozó munkavállalók számára. Milyen előírások vonatkoznak a munkáltatókra? Ezt nagyon megtanultam. Megfelelő mennyiségű és minőségű vizet kell biztosítani. A mennyiség az természetesen azt jelenti, hogy naponta legalább 1-2 liternyi ásványvizet kell számolni egy főre, és a minősége pedig az, hogy 14-16 fokos legyen ez a víz, mert egyébként pedig nem fog tudni használni. Hogyan lehet ezt megoldani egyáltalán, kérdezem én? Nyilvánvalóan akkor, amikor egy zárt helyről van szó, és statikus munkahelyről van szó, akkor nem gondolnak a biztosításra egy hűtőszekrénybe, vagy vannak ezek az italautomaták, már vízautomaták, igen, amelyeket lehet telepíteni, amelyikben hűt is, és megfelelő mennyiséget tud biztosítani. Azonban, hogyha most maradunk az iménti példánál, a vágány mellett dolgozóknál, ott pedig egy hűtőtáskában semmiféle akadálya, meg a földeken is nincs akadálya, hogy kivigyenek hűtőtáskákba, hűtőberendezésekben kellő mennyiségű ásványvizet, és azt pótolják. És rá kell bízni a munkavállalókra, de hogyha nem lehet rábízni, mert idősödő munkavállalóról van szó, akkor figyelmeztetni kell őt arra, hogy óránként legalább 1-2 pohár vizet igyon meg. És itt mondom el mindjárt, hogy a legfiatalabbak és a legidősebbek hajlamosak arra, hogy nem isszák meg a megfelelő mennyiségű folyadékot, ezt egyébként orvosilag is sajnos több esetben már tapasztaltuk, és visszaigazolták az orvosok, őket figyelmeztetni kell a kiszáradás veszélyére, és szinte kötelezni kell őket arra, hogy óránként fogyasszanak vizet, mert egyébként pedig gondot jelentenek számukra. Ezen kívül nem csak az, hogy mennyiségű, meg minőségű vizet biztosítunk számukra, hanem van egy sor dolog, amit a munkáltató szervezéssel már meg tud oldani. Nagyon régen kitalálták már, amikor nagyapám ment annak idején aratni, akkor nem 12 órakor kezdte el az aratás, hanem hajnali 3-kor, 4-kor, tehát kellemes hőmérsékletbe kezdte el, így van, nagyon hajnalban, és amikor már nagyon meleg lett, akkor már nem folytatta ezt a munkát, mert tudta, hogy veszélyes. Ma is munkaszervezéssel lehet az egyik ilyen megoldást végrehajtani. Magyarul nem biztos, hogy mindig a törzs munkaidőt kell figyelembe venni akkor, amikor a nyári hőségben kell a munkát elvégezni. Nézzük meg a déli államokat. Kiválóan működő rendszert építettek fel. Reggel kinyitnak ugye a boltok, de gyakorlatilag 12-kor mindenki bezár, 2-ig, 4-ig, szinte nincsen forgalom a városokban, ezt követően pedig éjfélig már pezseg az élet. Valami ilyesmi kell majd, ilyesmire kell nálunk is berendezkedni, mert az a trend, ami folytatódik most az időjárásban, errefelé fog majd minket kényszeríteni. Milyen szankciókkal jár, hogyha a munkáltatók nem tartják be ezeket az előírásokat? Milyen gyakran várhatóak ellenőrzések? Kétfelé bontjuk. Milyen szankciók válhatók? Természetesen nem önmagában ezért, mert nem biztosítunk vizet, hanem azért, mert súlyos veszélyeztetés hajtunk végre. A súlyos veszélyeztetés azt jelenti, ugye, hogy életveszélyes helyzetbe kerülhet a munkavállaló, hogyha nem kellő mértékben készül fel a munkáltató arra, hogy egészséges és biztonságos munkafeltételeket biztosítson. És ezért a veszélyeztetés, ez innentől kezdődően már matematika a felügyelet számára, ahol minden figyelembe vesznek az, hogy hány embert veszélyeztetett a munkáltató, milyen veszélyeknek voltak kitéve összességében, és még hozzátesznek olyan elemeket is, amelyek mondjuk a munkáltatónak az előéletére és a munkavédelmi képviseletnek a képviselők megválasztására is vonatkozik, tehát halmazatában szokott ez megjelenni. Ez gyakorlatilag úgy történik maga az ellenőrzés, hogy célellenőrzéseket szokott elrendelni, ezt most idézőjelben mondom, mert ez rendszeres, hogy felhívással él a Nemzetgazdasági Minisztérium a felügyeletek felé, és ők végrehajtják ezeket az ellenőrzéseket a munkáltatók területein. Azonban ezeknek a darabszáma ma, én úgy ítélem meg, és elsősorban munkáltatói szempontból, hogy nem elégséges. Míg 2008 környékén olyan 26 ezer ellenőrzés volt országosan egy esztendőben a munkáltatókra nézve, azóta ott pedig a múlt esztendőben pedig olyan 13 ezer körül volt az ellenőrzések száma. Kicsit kerekítettem mind a két számot, de bocsássam meg nekem a világ, hogyha pontosan a fele szinte az ellenőrzések számának. Ebből az látszik, hogy azokat a munkáltatókat tudják ellenőrzni folyamatosan, akik szem előtt vannak.
Azokat, akik viszont nem jelentik be magukat, és nem igazán gondoskodnak a munkavállalói testi épségéről, őket viszont ritkán tudják ellenőrizni. Ott marad a pereskedés a végén, ott marad ha már megtörtént a végén a pereskedés, baj. És bizony, és innen tudom mondani a munkáltatóknak, hogy nem szabadna, hogy eljussanak odáig a dolgok, tekintettel arra, hogy egy munkavállaló belerokkanhat, hogyha egy nyári nagy melegben ki van téve ilyen veszélyeknek, halállal is végződhet egyfajta ilyen napszúrás, akasz vagy hőgut a következtében bekövetkező rosszul lét. Mondik úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és segített nekünk eligazodni.